Sziasztok! Itt vagyunk az idei V4 Futures Esport Fesztiválon, és az egyik külföldi zsűri tagunkkal fogunk most beszélgetni, aki meglepő módon kifejezetten jól beszél magyarul. Hello, örvendek, és nem kifejezetten jól beszélek magyarul, de épp úgy, hogy talán megértsétek. Az is tökéletes. Mesélj nekünk egy kicsit, hogy jött neked ez a cosplayezés? Hát úgy kezdődött, hogy elkezdtem animét nézni, tévében, interneten, rájöttem, hogy lehet cosplayeket csinálni, hogy lehet versenyekre járni, meg mindenféle fesztiválokra. Elkezdtem, megcsináltam az elsőt, aztán jött a második, harmadik, tizedik, és már csinálom egy sorrendben. Gyakorlatilag bevonzott ez az egész, mondhatni. Milyen karakternek öltöztél most? Mám a női verziója vagyok Rengarnak a League of Legendsből. Szereted is ezt a játékot? Szoktál is vele játszani esetleg? Hát mivel időm nincs sok, mert munka, cosplay, meg minden, akkor nem igen gyakran szokok játszani, de ha már van valamilyen játék, amit néha napján bekapcsolok, akkor az pont ez. Egyedül szoktál cosplayezni, vagy esetleg párod is partner ebben? Párom nincs. Legtöbbször egyedül szokok cosplayezni, mert legtöbbször úgy van, hogy ha több ember megbeszéli, hogy megcsinálják együtt, akkor sosincs meg. Szóval legtöbbször egyedül szokok csinálni. Van esetleg ilyen kis műhelyed, vagy otthon csinálod ezeket? Pincébe csinálok. Pincébe vagy a szobámba legtöbbször. Van esetleg olyan rész, amit kifejezetten szeretsz csinálni, tehát mondjuk varrás, páncélkészítés, ilyesmi? Hát én úgy próbálok, hogy mindenből csinálni. Próbálok varni is, próbálok fegyvereket is csinálni, meg minden. Szóval, hogyha már úgy kéne döntenem, hogy mi megy jobban, akkor talán inkább a armorok, meg ezek. A varázs az nem megy igen jól, de próbálkozom. Na, ez nagyon jól hangzik. Mi volt a legelső munkád? Legelső munkám, nem is tudom, hogy éppen munkámnak-e nevezhetem, mert azok a legelső cosplayek mindig olyan, hogy félig meg vannak véve. De az első cosplayim főleg animékből voltak, és főleg férfi karakterek. Van egy bizonyos anime, amit így kiemelnél, hogy az a kedvenced, vagy? Van, és a nagy kedvencem pont a Naruto, amit szerintem mindenki egész világ ismeri, mert nagyon régen kezdtem el nézni, körülbelül 13 éve, és még mindig nézem, szóval nekem az a szívem csücske. Az szép! LOL mellett esetleg más játékokkal is ismerkedtél már? Még próbáltam játszani a Ion-t, abból is volt egy cosplayem, de ami a játékokat illeti, akkor itt van a pont. Eddig jutottam, de próbálkozok, hogy minél tovább annál többhöz jutni, és több játékból is cosplayeket csinálni. Nagyon jó hangzik. Mennyire áll hozzád közel az ilyen e-sport, per ilyen gamer rendezvény? Hát eléggé új nekem. Persze csinálok játékokból is karaktereket, főleg a League of Legends-ből, de nálunk Szlovákián nincs sok ilyen e-sport fesztivál, van egy-kettő, szóval külföldön most vagyok elsőn. Szóval eléggé új. Tehát akkor még nem voltál itt nálunk, mondhatni. Mi eddig így a véleményed rólunk, így az egész közösségről gyakorlatilag? Azt hiszem, hogy igen jól van megrendezve, a helyszín tényleg nagyon jó, nekem nincs is messze, még úgy is, hogy nem vagyok magyar, és nem Magyarországon lakok, és tényleg nagyon jól van megcsinálva, és tetszik. Lehet látni, hogy át van gondolva, hogy hogy van megcsinálva, szóval biztos jobb, mint a szlovák konok. Ha a legközelebb is rendezünk egy ilyet, lenne kedved ellátogatni arra, vagy megnéznéd? Én lesznek a első, aki itt lesz, szóval biztos igen. Na, ezt már örömmel várjuk. Kicsit visszakanyarodva a cosplayezésre, mik a terveid a jövőt illetően? A jövőt illetően biztos, hogy minél tovább annál többet akarok csinálni nehezebbeket is, könnyebbeket is, és nem is csak mint zsűri akarnak lenni, hanem főleg mint versenyző, és szeretnék nyerni valami jó versenyt valahol külföldön talán. Hát mi drukkolunk hozzá, ha ilyen nagyobb versenyeket akarnák nézni, te mit tekintesz a topnak? Hát top biztos el szeretnék menni Londonba, a Comic Conra. Nagy álmom San Diego, de az igen messze van, szóval azt nem tudom, de biztos el akarnák menni a Vienna Comic Conra is, ott már voltam, csak nem voltam versenyző, szóval úgy szeretném kezdeni, hogy itt, ami körülöttem van, és aztán, hogyha akkor tovább menni. Milyen jelmezt tudnál elképzelni, amivel ezt meg is nyernéd? Még nem tudok elképzelni, mert ami volt karakter a League of Legendsből, ami úgy kiálmodtam magamnak, hogy megcsinálom, azt már megcsináltam, szóval most más kell keresnem.
És vannak erre esetleg valami jelöltek? Még keresgélek, és próbálok, hogy végre más játékból is legyen, szóval meglássuk, hogy mihez fogok jutni, de remélem, hogy nad lesz. Nagyon jól hangzik, mi megköszönjük neked az interjút, és érezd magad jól a továbbiakban is. Én is köszönöm, hello! Sziasztok!